Eddig a múltnak szólt a hétlövetű, mostantól a jelennek. A Mesterlövészek közel 1000 arra érdemes filmalkotás után most a premiereket veszik célba. A hét mesterlövésze legenda volt. Rádiós színházunk most bemutatja a folytatást. Most azok jönnek, amik mennek. Kezdődik a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 90.9 Jazzin. Szervusztok, kedves hallgatók, Nyári Gáborral, Puzsér Robival, hello, Horváth hello. Oszkárral, ezúttal a Mária Magdolna című filmről fogunk beszélgetni, az idei Mária Magdolna című filmről, mert egyébként nem újdonság az sem, hogy vitatárgya az ő élete, és az sem, hogy különböző filmalkotásokban, akár a 2005-ös, talán amerikai, francia, a 2000-es olasz-német filmben, vagy akár a 88-as Krisztus utolsó megkísértésében is felmerül, hogy mi az ő szerepe Jézus történetében, és hát ugye próbáljuk lemosni róla a prostitúciónak a vágyát és történetét. Ez a mostani Mária Magdolna is részben erre tesz kísérletet, annyiban mai hozzányúlással, hogy nem helyreállítás a célja, hanem túlfürdetés a célja. Nem arról van szó, hogy lemossuk róla a gyalázatot, hanem helyezzük az apostolok elé, amire már láttunk példát, sőt, talán helyezzük Jézus elé, sőt, én tőlem, akkor már miért nem helyeztük Isten elé. Itt egy ilyen túlmosdatás történik, ennek a története és egy lehetséges Mária Magdolna nézőpont a Jeruzsálem felé vezető útra és a Jézus kereszt halálára ez a film. A leghitványabb, legalávalóbb Jézus film, amit én valaha láttam életemben. Esküszöm, hogyha megnézel húsvétkor valami, nem tudom én, Vox Channel, vagy mi a neve, Pax Channelen, vagy megnézel bármi, de tényleg bármilyen ilyen délelőtti matiné Jézus filmet. A Hallmark is lehet, hogy jó. Vagy akár a Hallmarkon már bejebb vagy. Ami egy igényes csatorna. Vagy megvásárolod a Tesco-ban, vagy bármelyik ilyen 299 forintért Jézus életét rajzfilm változatban, akkor is valószínűleg egy ennél érvényesebb darabot kapsz. Egyébként nyilván aki követi Robi munkásságát, azért az most felkészülhet arra, hogy egy erős genderkritikát hallhat, vagy a gender mozgalom kritikáját hallhatja majd a következő egy-másfél órában. De hát én ezt nem semmiből rángatom, de mielőtt ebbe belemennénk, nekem nem is az volt a legnagyobb bajom ezzel a filmmel, hanem az, hogy végtelen unalmas volt. Nem is a legrosszabb Jézus film, amit valaha láttam, hanem talán a legunalmasabb Jézus film volt, amit valaha láttam. És a legpatetikusabb Jézus film volt, amit láttam. Tudod, a pátosz, mert is gondolkodtam, mi a pátosz. A pátosz az a drámai modor, drámai tartalom nélkül. Na és itt ebben fürdőzünk folyamatosan. 0% dráma, 100% drámai külsőségek. Illetve annak a drámája, hogy Jézust követi egy nő is, bár erről tulajdonképpen tudtunk meg az állítás ilyes formán nem erős, ennek a drámája, amennyiben ez egy dráma, lezajlik a film első mondjuk nem tudom, hetedik percében, amikor már megértjük, rájövünk, illetve a film címéből következően megértjük, hogy kiről fog szólni tulajdonképpen ez a történet, és hogy kire helyezi a rendező a fókuszát. Egyébként ez valóban egy talán újszerű megoldás a Jézus filmek sorában, hogy nem Jézusról szól a film, hanem az egyik követőjéről. Bár egyébként szerintem az egyik legérvényesebb, legszebb, legokosabb Jézus film sem Jézust helyezi a középpontba, ugye ez a Brian élete, ami szerintem egyébként egy mélyen keresztény, és egyébként egy nagyon-nagyon hogy mondjam, ilyen üdvözülés, megváltás, vagy evangélium párti, vagy annak a nagyszerűségét, vagy dicsőségét hirdető film, annak ellenére, hogy végig ironizál, hogy vicces, hogy hülye, hogy üldözi az egyházattól, az még egy gyönyörű Krisztus film. Üldözi sokszor az egyház az ilyeneket, mert az a gond, hogy összetévesztik az Isten igéjét az Isten történetével, tudod, vagy azt nézzük végig, hogy Jézusnak mi a sztoria, és ebbe kötünk bele, ha bárhol bicsaklik, akkor az már eretnekség, ahelyett, hogy csinálnánk egy filmet arról, ami az isteni erkölcsöt bemutatja, és sehol nem lenne benne se Jézus, se zsidók, se Jeruzsálem, se semmi, tudod, hanem mit tudom én, Brazíliában játszódik, vagy Párizsban.
van. Sokkal beljebb lenne a mai világ, ha egy érvényes történetbe ágyazzuk a jézusi etikát, és nem pedig azt kérjük számon, hogy no, az nem úgy volt, mert előbb balra kellett fordulni, és utána jobbra, hogyha el akartál jutni az XY GPS koordinátára Jeruzsálemben. Igen, szóval elhangzik ez az állítás, hogy Jézus körül volt egy fontos női szereplő is, bár... Nem is egy, mert igen, volt éppen elég, hát ott volt elég, az anyja, igen. Hogy más nem mondjuk, sőt, elvileg a Bibliában követik Jeruzsálembe és gondoskodnak róla, sőt, amikor elfogják a Judás árulása után Jézust, akkor az összes férfi apostol elmenekül onnan, és a nők követik, és lesznek a tanúi a kereszt halálának, sőt, amikor a sírjához ellátogatnak, akkor is ott van hát valószínűleg az anyja Mária és, sőt, ugye, és a Magdolna. Mária Magdolnát valójában már az írás is a Krisztus körül megforduló személyek legfontosabbikaként, vagy egyik legfontosabb szereplőjeként kezeli maga az írás is, hiszen Krisztus elsőként neki jelenik meg. Én azt Mária mondom, Magdolna találkozik nem vele. Nem sérültek először. A női érdekek. Igen, nincsen eltagadva a nőknek a szerepe Jézus ezt történetében. Mária Magdolnának a foglalkozása kellemetlen, hogy hogyan lett megénekelve. Ezt képest a film úgy sem, hogy ez el lett volna tagadva. De hogy ez az állítás, ugye, hogy ez el volt tagadva, ez kiderül már a film első, nem tudom, 10. percében, és utána pedig 2 órán keresztül ilyen szikkadt hegyoldalakat látunk. Én már mondjuk a 30. percben is megőrültem a szikkadt hegyoldalaktól, de a film 60. percéhez érve már így a popcornos dobozt is ilyen rojtosra gyűrtem, meg a mellettem ülő Robit próbáltam így nem tudom szurkálni, meg zaklatni, meg popcornnal dobálni, hogy végre történjen valami. Többször majdnem megnyitottam a telefonomat, hogy olvasgassak. Tényleg számra nem csak olyan... hegyoldalak vannak, mert vannak települések is, tehát de csak mindenki Jodánál lakik, így szemlátomást, vagy Mos Eisley-ban. De ettől függetlenül nem egy kirándulás film. Fontos dolog, hogy ez a film ugye a MeToo kampány előtt született, ezt csak azért mondom a Robinak, hogy ugyan a MeToo-ra, ha akarnánk, akkor a MeToo-ra borzasztó erősen reflektálhatna nagyon ez a film. Nagyon fekszik, de annak nagyon nem fekszik, következménye, de, nem is elézmény. De a genderizmusnak az. A genderizmusnak az, illetve, hogy hogy mondjam, fájóan ismerős belőle minden gesztus, amit most ugye ami a MeToo nyomában most ilyen nagyon erős színezetet kapott. De hadd mondjam el, hogy kevésbé eretnek ez a film, mint mondjuk a Krisztus utolsó megkísértése, mert ugye azért, mert én azt is egy túlmosdatásnak gondolom, hogy jól van, rendben, Mária Magdolna nem prostituált, de akkor egyből legyen Jézus felesége és gyermekeinek anyja. Ne. Abban a filmben Mária Magdolna egyrészt prostituált, másrészt nem lesz Jézus felesége és gyermekeinek de az anyja, hanem ez egy látomás, egy vízió, ami a sátán kísértése. Ja, világos, hogy ha ez történne, nem akkor nem hozná el a megváltást, mert kell halnia. Igen, jó, ez igen, igaz. Igen. Na most itt azért... Ennek ellenére ez egy erős dolog. Tehát ehhez a filmhez képest a Mária Magdolnából anyát és feleséget csinálni, az a egy sátán csinálja, húzás, csak a sátán csinálja. Tehát nem a Kazáncák meg a Scorsese csinálja belőle, hanem a Kazáncakis meg a Scorsese csinál egy filmet, amiben a sátán csinál belőle. Na de várjál, mondjuk feleséget és anyát. De a Dan Brown például elvégzi ezt a műveletet, tehát ott meg nem csak egy látomás, hanem ott az állítás az, hogy ő a Krisztus felesége és a gyermekének az anyja lett. Csak mondom, hogy egy tengely van. Ha meg lehet ítélni, hogy melyik szélsőségek között lehet elhelyezni a Mária Magdolnát, akkor túl lehet lőni a célon jobban, mint amennyire ez a film teszi. Szerintem ez arányos. Hadd ismertessek néhány címet a magyar sajtóból. Az Index kultúrrovata, a Cinematrix konkrétan, azon belül is, azt írja, itt volt az ideje egy feminista Jézus filmnek. Hát itt volt. Hát igen. A Zoom.hu így ír, Mária Magdolna volt az első MeToo áldozat. Én ezt ironikus címadásnak érzem. Nem az, ha elolvastad volna a cikkeket, akkor tudnád, hogy semmi sajnos, irónia. Sajnos igazán a Robinak tényleg nem irónia. Bárcsak elolvastad volna a cikkeket. Nem. Annyiban irónia, csak nem annak szánta a szerző, hogy ha ezek szerint a Mária Magdolna a MeToo áldozata, mert ugye a MeToo-nak nem áldozata van, hanem akkor az első... zaklatott nő, aki ma kiposztolná a Facebookra. Én ezen elgondolkodtam, hogy tényleg ő lehet-e az első. Tehát, az hogy első MeToo-zós áldozat. Ne lett volna akár a Biblia történetében még ez előtt is egy MeToo áldozatnak alkalmas sztori.
Érted, hogy mondjuk akár Évát odáig degradáljuk, hogy őt nem is anya szülte. Nem, vagy... Ja, de nem, de bárkinek van mítusztoria. Hát könyörgöm, az egész Ószövetség tele van mítusztorikkal. Mi, hogy lenne Mária Magdolna az első mítú áldozat, ha már itt tartunk? Hát csak ezt állítja ez a cikk. Aktuális filmek, premierek Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 90.9 Jazzin. A Mária Magdolna című filmről beszélünk. Ez a film visszavezet minket kézenfogva az államszocializmusnak a legsötétebb éveibe, vagy ha úgy tetszik, a nemzeti szocializmusnak a legsötétebb éveibe. Amikor a művészet funkciója kifejezetten az volt, hogy a politikát szolgálja. Ha jól szolgálja, jó művészet, ha rosszul szolgálja, rossz művészet. Ugyanúgy, mint a kommunistáknál, meg a náciknál. Ez a szocialista realizmusnak, meg az árja művészeteknek a világa. Itt már a művészet, a kultúra, itt már a Jézus sztori, az evangélium nem másra való, mint hogy igazolja a politikai mozgalom létét, megalapozza annak igazságait, és hozzátegyen munícióval és üzemanyaggal szolgáljon a genderforradalom számára. És ha megfigyeled, hétről hétre visszatérünk erre a simpárra. Hétről hétre erről beszélünk. Miért? Ez történik a kultúránkkal. A kultúránk egy ilyen fordulatot vett, és most már ténylegesen higgyétek el, hogy nem ez alapján válogatjuk a filmeket, hogy miről fogunk beszélni a következő héten. Hogy genderezhessünk megint, meg PC-zhessünk megint, azért meg kultúrbalozhassunk megint. Azért ehhez az is tartozik, Robi, hogy rajtad van egy ilyen szemüveg, amivel ezt most élesebben figyeled, meglátod és foglalkozol vele. Nem. Neked ez most ebben az évben, ahogy ez nem, most nem a Hajdú Péter elleni év, meg nem a nem tudom minek az éve, hanem ez a világ, ha ez 1950-es években járnánk, igen, és az Állami Áruház című filmről beszélgetnénk itt, akkor is ezt mondanád? Azt mondanád, hogy neked ez most egy becsípődésed, hogy minden film a politikával foglalkozik, és minden film itt az osztályharcot akarja elmagyarázni nekünk. A nagy kérdés valóban az, hogyha nem lett volna 2017-ben MeToo, akkor... genderforradalom akkor is lenne. Akkor is foglalkoznánk vele, mert nem azzal foglalkoznánk-e vele, hanem hogy is foglalkoztunk vele, csak ugyanez, nem minden órában. Egészen pontosan ugyanezt gondolnánk erről a filmről, amit most ebben a pillanatban gondolunk. Meg hogyha hűséges kis műholdként nem keringenénk itt a Puzsér bolygó körül, akkor vajon ugyanezt gondolnánk erről a filmről, amit most ebben a pillanatban gondolunk. Én egyébként azt gondolom, hogy igen. Ez a film... Nekem egy jelenete van, ahol tökéletesen a Puzsér mellé tudok állni ebben a genderhisztiben, amikor elérkezik Jézus egy ilyen nőkből álló... Anti-genderhisztiben, bocsáss meg! Nekem aztán mindegy. egy ilyen nőkből álló felekezethez, és akkor tart nekik egy ilyen női kurzust. Na ott volt az, hogy fogtam az arcomat. És az rohadt kellemetlen volt. Amúgy nem tartom kellemetlennek, hogy ismét készül Mária Magdolnáról egy film, és feszegeti a sokszor éltünk már ezzel a példával, megint csak felhozom, mert szerintem ez még nagyon hosszú időn keresztül aktuális marad. A Churchill a metróban jelenet. Uh-huh. Tudjátok, a uh-huh. Legsötétebb óra című filmből. A legsötétebb pillanat. A legsötétebb pillanat, a legsötétebb óra című filmből. Ha esetleg valaki nem látta volna, vagy nem hallotta az erről folyó, nem tudom, diskurzust, ugye ott egy olyan pillanatot ábrázol a film, egy soha meg nem történt pillanat, amikor Churchill nem tudja eldönteni, hogy békét kössön, vagy pedig minden erejével felvegye a harcot a nácikkal. Előbb tanácsot kér a királytól, aki azt mondja, hogy kérjen tanácsot a néptől, mert a király mindig jellemzően ezt szokta tanácsolni. És utána ő lemegy a metróba, ahol ilyen gondos kezek által kiválogatott, tökéletes társadalmi lenyomatot kap. Lenyomatot, vagy hát egy ilyen komplementert kap a birodalom minden polgárából, nőkből, férfiakból, feketék, fehérekből, pakisztániakból, és nem tudom, talán akadnak köztük eltérő nem identitásúak, és ez nem derül ki, vagy talán majdani kerekesszékesek is, de mindegy is. A lényeg az, hogy szóba elegyedik velük az egyébként mélyen tori, elképesztően elitista, a prolika semmilyen kapcsolatot nem tartható, és a kor elvárásainak, vagy a korszak
millióinek megfelelően rasszista Churchill, elsőként természetesen a Cicerót idéző feketével, és miután mindenki elmondta neki, hogy igenis harcolni akar a fasiszákkal, akkor ő visszamegy az angol parlamentbe, és erőt merítve a nép akaratából felveszi a harcot a nácikkal. És ugye erre azért van szüksége ennek, vagy azért volt szüksége erre a filmnek, mert Churchillt ugye már ki kell mosdatnunk, hiszen a jelen ideológiai elvárásainak már nem felel meg, vagy nem illeszhető be a jelen ideológiai elvárásaiba az a Churchill, aki egyébként nem volt mindig demokrata, vagy nem úgy volt demokrata, hogy a jelenben ezt elfogadhatónak tartjuk, és nem úgy volt toleráns, és nem úgy volt PC, ahogy azt... És eljöttünk oda, hogy a Jézus is egy ilyen faceliftre szorul. Igen, hogy a Jézus is egy faceliftre szorul, és ha már hiszen fehér férfi. Igen. 30-40 közötti szingli fehér férfi. Van egy csomó baj, nem sorozatgyilkos is. Van egy csomó baj vele, ugye, hogy ráadásul az apja fia, tehát még csak nem is egy anyaisten áll mögötte, aki a világra küldi őt, hanem egy atyaisten. Uh-huh. A Szentlélek nemi identitása sosem volt tisztázott, de feltételezhetően nem is nő és nem is férfi. Jó, akkor legalább egy ilyen egyértelmű nem identitással nem rendelkező személy, de legalábbis nem nő, és tehát ilyen tekintetben is rossz a Jézus pedigréje, de abban a tekintetben aztán különösen rossz, hogy tanítványául viszont 12 férfit fogad. Úgyhogy most már mindenképpen ki kellett mosdatni, vagy meg kellett mutatni azt, hogy ez nem is úgy volt, csak az evangéliumok, vagy a nem tudom, vagy a korai keresztény mozgalmak feketítették be úgy Jézust, hogy végül egy ilyen szexistává és vagy a látszólagos szexist és elnyomó személyéhez üllött. A jó, a rossz és a nézhetetlen 10-esre áll az IMDb-n, és egy 50 000 dolláros utalás is elég volt. Én azt érzem, hogy ez a Mária Magdolna, akit itt láttunk ebben a filmben, ez is a patriarchátusnak a strície. Sajnos, ez az igazság. Az jól látható, hogy egyetlen genderkurzus nem végzett el, egyáltalán nem kerül szóba a fizetési különbség a férfiak és a nők között, nem követeli ki Jézustól, pedig hát ez bekerülhetett volna az evangéliumba, hogyha elég öntudatos lett volna. Az ingyenes gyereknevelésről nincsen szó. Nincs igazad, mindegyikről szó van. Föl sem veti. Értem, hogy miről szól ez az irónia, csak az a baj, hogy egyébként valójában mindegyikről szó van. Menjünk szépen végig az egészen. Nézd, nem követelt női kvótát az apostolok között. Női kvótát az apostolok között, nem követelte Jézustól, hogy ugyanannyi nő legyen az apostolok között, mint férfi. Mit látunk a film elején? Mi az ő foglalkozása? Bába asszony. Nem. Halász. Hálóval halászgat. Ez a nő férfias foglalkozás. Kezdetekor Judeában halászik. Legalább ilyen erős lett volna egy férfi bába ebben a történetben, de még egy férfi bába is hihetőbb, mint egy halászlónő 2000 évvel ezelőtt Judeában. De ő az egyébként törékeny kis finom, tehát még arra sem ügyeltek igazán, hogy legalább kiderüljön, hogy nehéz fizikai munkát végez, mert egy törékeny finom, láthatólag semmilyen sport vagy munka által meg nem gyötört színésznőről beszélünk. Félretesnesség, ezt nem a hibájáról van föl, csak azt mondom, hogy elég nevetséges egy ilyen 30 kilós halászlány, de mindegy is. Szóval lényeg az, hogy az derül ki a filmből, hogy ő halászott. Ami hát azért egy tudjuk jól nehéz fizikai munka, és ebben a korban, ahol ráadásul igen, a nők nagyon alávetett, nagyon elnyomott, nagyon háttérbe szorított helyzetben voltak, Judeában meg aztán különösen. A férfiaktól gyakorlatilag elkülönítve éltek, külön imádkoztak, a jogok legtöbbje, ami a férfiakat megillette, őket nem illette, és többi, és többi. Ebben a környezetben felfoghatatlan, elfogadhatatlan lett volna, hogy ő halászson. Az én számomra az elfogadhatatlan. Szóval a kvóták megvannak, Robi, tehát ő egy olyan foglalkozást választott, ami szembe megy a kor elvárásaival, és némileg a nők javára, vagy hát a nők felé billentve a százalékokat egy férfi pozícióban dolgozik, vagyis halászik. Számomra ez a film azért elfogadhatatlan, mert Hollywood egyszerűen egy olyan nő és transz gyűlöletben van, nem enged át progresszív üzeneteket, és már eleve a színészgárda nem alkalmas erre. Hát Máriát és Jézust egyaránt fehérbőrű színészek játsszák.
holott itt erre a szín, erre, de legalább erre a az apostolok feketék erre a szerepre, erre a szerepre afroamerikai törpék is jelentkeztek, és, ne, és nem őrájuk esett a választás, hanem a fehérbőrű Rooney Mara, hanem a fehérbőrű Joaquin Phoenix. Milyen érdekes, azért ezeknek a fehér színészeknek még mindig nagyobb az érdekképviseletük. Jó, Péter apostol fekete lett. Meg András, mert ugye testvérek, tehát muszáj neki is feketének lenni. Simon és Péter, ez a Simon és András, vagyis Péter és András feketék. Hát igen. Nagyon nehéz ezzel bármit is kezdeni. De én megmondom őszintén, hogyha Jézus egy transzember lett volna, én azt éreztem volna, hogy ennek a korszaknak a reprezentatív mesiását sikerült megjeleníteni. Majd a második ehhez részben. Képest, ehhez képest én azt érzem, hogy, ez nem progresszív. Ez így ebben a formában mondjak progresszív. Mondjak valamit, elmondom, mi a progresszív. Gyáva és megalkuvó, és egyáltalán nem akar felnőni a 21. század hívásaihoz. Elmondom, mi a progresszív. Az, hogy Jézus és Mária Magdolna azért van a Mária Magdolna így félretéve, és ilyen furcsán ábrázolva, mert ők valójában egy és ugyanaz a személy. Nem a felesége, nem a gyermekei anyja, és nem, Jézus nem meghalt, hanem újjászületett nők. Tehát addig tartott az élete, 33 éves korától Mária Magdolna néven nőként élt tovább. Így a transznemű Jézus elmélet. Valóban van egy ilyen rejtett üzenet a filmnek. Ez lenne 21. századi. Nem, ez szerintem ez az üzenet többé-kevésbé át is adódik. Tehát ez most lehet, hogy iróniának szántani, én azt gondoltam, hogy komolyan mondod. De hogy szerintem pedig igenis ennek a filmnek volt egy ilyen üzenete. Ezzel valaki hogy komolyan elő fog jönni. Úgy érzed, már előjött? Nem, szerintem maga a film jött elő ezzel. Tehát a film a Mária Magdolnát kezeli, vagy állítja be az egyetlen Jézushoz felnőni képes, vagy az ő tanításait megérteni képes tanítványaként. Ezt a film többször ki is mondja, ugye minden tanítvány, minden férfi tanítvány, beleértve egyébként még a fekete Simont és testvérét Andrást is, egytől egyig a saját vágyaik, vagy a saját elképzeléseik fogjai, mindegyik érdek, valamilyen érdek miatt kapcsoló, vagy csatlakozik Jézushoz. Hát igazából két, maradjunk abban, hogy két apostol van, akinek egyáltalán van szövege ebben a filmben, Péternek és Júdásnak. Nincs több apostol. De kiderül, hogy mindenki más is azért csatlakozik Jézushoz, mert azt remélik, hogy kirobbantja majd a nagy júdeai polgárháborút, vagy azt a felkelést, aminek nyomán le tudják végre rázni a rómaiak igáját. És ugye Mária Magdolna az egyetlen, aki sokkal megérti. Sokkal finomabb ez a terv, amit csak egy nő érthet meg. Igen, csak egy nő érthet meg, hogy ugye Jézus királysága ugye nem a világból való, ez csak ugye Mária Magdolna érti meg. Az apostolok az utolsó pillanatig nem, sőt, még ugye kiderül, hogy azután sem, tehát még ugye a feltámadást sem értik meg, vagy kezelik a helyén, vagy annak a szentsége, vagy az evangélium maga sem hagyja át őket valójában, hiába nevezi őket a történelem később úgy apostoloknak. Viszont nagy szerencséjük van, mert ott van a Magdolna, aki az egyetlen valódi tanítvány. Az első számú tanítvány, aki elmagyarázza nekik. Aki elmagyarázza nekik, hogy valójában Jézus Krisztus miért is jött a földre, és hogy valójában ez egy metaforikus az Isten országa, amit ő elhoz, nem a fizikai térben hozza el. Hát ezt ugye addig nem sejtették a tanítványok. Hiába magyarázta Jézus kelethez egy nő, hogy a legkínosabb jelenet a filmben, és az még veri a Han Solo és a Leia hercegnő találkozását 20 évvel a válások után valamelyik Star Warsban, amikor a végén hadarva 4 perc alatt gyorsan elmagyarázza mindenkinek a filmet. Mária Magdolna. Film utolsó jelenete? Azért netto blaszfémia, az egy egészen elképesztő, tehát hogy én ugyan nem vagyok vallásos, de ott már én is sértve éreztem magam a jelenetben. Arra a történelem hamisításra aztán valóban nem volt semmiféle szükség. Tehát értem, hogyha Mária valóban nem volt prostituált, majd Mária Magdolna nem volt prostituált, egyébként nem mindenki állította róla, hogy az. Vannak bizonyos bibliamagyarázók, vagy ott van ugye a Gergely pápa, aki aként állította be, vagy annak állította be, vagy ezt állította róla, de ez mindegy is, mert egyébként mit von le Mária Magdolna értékéből az, hogy prostituált volt. Tehát miért kellett őt megvédeni? Én sose gondoltam rá bűnös lélekként, Krisztus, ha Krisztus magához emelte, és bízott benne, és elsőként neki jelent meg, hát akkor nyilvánvalóan nagyszerű ember lehetett Mária Magdolna. Nem került kimosni abból, hogy egyébként prostituált volt. De akkor, ha nem volt, azzal sincsen semmi akkor bajom. Miért nem mossuk ki Mátét abból, hogy adószedő volt? Hogy adószedő volt, igen. Ugyanezen az alapon.
Na most az a kérdés. Éket akkor már a legelső MeToo hogy... áldozat, bocsánat, nem Mária Magdolna volt, hanem ugye Szűz Mária, aki nem, ne, hát, Jézus anyja, ha aki... már a blaszfémiánál tartunk, tehát akkor ő sem kívánta valószínűleg azt, hogy egyszer csak az Úr teherbe ejtse, és hogy átlagos zsidó, az átlagos zsidó asszonysors helyett József oldalán bevállalja szűzként ezt a... Szűzként szűjön, és bevállalja ezt a rettenetes tragédiát, amit ugye a fia elvesztése jelent majd. Szóval, hogy de visszakanyarodva még ehhez a egészen sértő blaszfémiához, ugye a film azt állítja, hogy nem csak, hogy Mária Magdolna volt az egyetlen, akinek megjelent Jézus, hanem hogy nem is látta más a feltámadottat. Na igen. Tehát, hogy eddig arról volt szó, hogy Magdolna volt az első, aki látta a feltámadott Jézust. Na most ez a film ezt úgy hamisítja, hogy Magdolna volt az egyetlen. De Magdolna látta a feltámadott Jézust, elvitte a hírt az apostoloknak, akik félig meddig elhitték, félig meddig hitték is, meg nem hitték, majd visszament a feltámadott Jézushoz még egy kicsit beszélgetni. És nem szólt nekik, hogy figyeljetek, egyébként ott van a szikla szélén, esetleg gyertek velem és nézzétek meg ti is. Nem így visszament hozzá beszélgetni. Igazából Jézus nem tartotta annyira az összes apostolát, hogy megjelenjen neki. Kizárólag Magdolnának, és majd aki nem hisz Magdolnának, az magára vessen. Nincs igazad, senkinek sem volt elég erős a hite ahhoz, hogy oda menjen a sírhoz. Csak Mária Magdolnának. És egyébként ebben van igaz az Oszinak, hogy ezért helyes az Oszi elmélete, hogy ezek szerint valóban ő az, akinek akkor ott abban a pillanatban átadja ezt a Jézusságot, vagy ezt a messiásságot, maga a messiás. Ugye Mária nem Magdolnának, hanem Magdolna személyében az összes nőnek, a női nemnek. Ne haragudjatok, de nyilván ugye én nem vagyok egy vallásos ember, meg nem vagyok olyan nagyon jártas ebben, de abban a cikkben, amit állítólag nem olvastam, annak a fele nem filmkritika, hanem ilyen vallási összefoglaló, a zoom.hu cikkről beszélek, és ott hangzik el, hogy talán csak Lukács evangéliumában jelenik meg úgy, hogy a Mária látta elsőként, a többiben a Péter vagy Simon, ugye nehéz követni a Bibliát, mert miért Simon és Péter valaki egyszerre, meg miért hívnak majdnem mindenkit Máriának, meg Józsefnek? És ebből adódnak egyébként az összemosások is sokszor, hogy most akkor ott melyik két Mária van vajon, meg azzal is magyarázza, hogy prostituáltnak kiáltották ki Mária Magdolnát, hogy összekeverik azzal a nővel, aki vagy ő, vagy nem ő, aki Jézusnak a lábáról letörölte a saját hajával az olajat. Itt a férfiak megpróbálják kiűzni Mária Magdolnából a démont, mert Mária Magdolnát megszállták a rossz, sötét szellemek. Ezek a démonok, ezek miben nyilvánulnak meg? Abban, hogy Mária Magdolna nem akar férjhez menni, nem akar családanya lenni, hanem halászni akar, meg Istent keresni. Nem akar egy mellé elrendezett és a testvére és a család által választott férjet. Feminista. Vagy, nem, normális. Könyörgöm, ez akkor nem ez volt az a normális. Igaz, könyörgöm. Ma ez, de könyörgöm, ne hívjuk már progresszívnek azt, ami egy 2000 évvel később. Tudod mi? Ez a 1950-es években volt progresszív. Krisztus idején ez nem létezett. Krisztus idején, mert mondjuk ez a fajta progresszió kb. Abban a formában jelenhetett volna meg, hogy 8 gyerek helyett mondjuk 7-et vállal. Igen, tehát ez nem létezett. Tényleg, és mi most visszaprojektáljuk a modernitást a múltba, visszaprojektálunk egy modern jelenséget a múltba, és ezért ugye ki akarják űzni az ördögöt, és leviszik a Jordánhoz Magdolnát, és elkezdik folytogatni, egyébként ez majd párhuzamba kerül a későbbi keresztelésekkel, amiután jóformán bele akarják folytani a vízbe, hogy így üzzék ki belőle a démonokat, amiután az asszonyok megsajnálják őt, és a gondjaikba veszik, és istápolják. Tehát látjuk, hogy a férfiaknak mi volt a szerepe a korban. Ők erőszakot követtek el a nőkön, és látjuk, hogy mi volt a nők szerepe a korban. Gyöngéden gyógyítgatták, segítgették, szeretgették őket. És nem, olyankor érdekes módon a férfiak zsarnoksága szerte foszlott. Olyankor már szabad volt a női energiákat kiereszteni, és a női energiákat gyógyításra fogni. Aktuális filmek, premierek Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 90.9 Jazzin.
A Mária Magdolna című feminista Jézus filmről beszélünk, minden idők legsötétebb Jézus filmjéről. Minden idők legunalmasabb Jézus filmjéről. Milyen elnyomóak vagytok, hogy Jézus filmnek hívjátok, nem Magdolna filmnek. Na látjátok, ezért tart itt ez a világ. Igen, na most... Na látod, ezt nem tudtad kimagyarázni, csak hebegsz, habogsz. Nincs másik Magdolna film. Minden idők Magdolna filmjéről beszélünk. Van másik Magdolna film, nem elég jelentős ezek szerint. Érted? Uh-huh. Tehát nem az amerikai filmforgalmazásba került be. Hordozó film tulajdonképpen a Magdolna gyalázó filmeknek az egyike lehet. Az ilyen. Most az igazi Magdolnával azzal ugye itt ismerkedünk meg. Ebben a filmben azért számos nettó hülyeség van. Tehát nem, itt már nem arról van szó, hogy teszünk egy kísérletet, hogy elforduljunk az evangéliumoktól, és a fantázia segítségével találjunk valami érvényeset, valami fontosat, mondjunk el Jézusról, meg a Jézus történetéről valami olyasmit, amit az evangélium inspirál, de mondjuk nem szó szerint az evangéliumnak a szövege. Itt önkényes és teljesen funkciótlan hülyeségek zajlanak. Például Jézus és az apostolok keresztelnek a Jordán folyóban, ami nem, ilyen nem volt, azt a keresztelő János végezte, ezt az alámerítést Jézus nem keresztelt, sőt Jézus maga mondta, hogy János vízzel keresztelt, én Szentlélekkel keresztelek. Ez volt a mondása Jézus Krisztusnak. Tehát pontosan értjük, hogy Jézus Krisztus nem keresztelt, ehhez képest ebben a filmben mi zajlik, nem pusztán Jézus Krisztus, hanem az összes apostol keresztel az atyának, a saját magának, illetve a Szentlélek Istennek. Ezt akartam mondani, hogy nem csak, hogy az apostolok keresztelnek, hanem a létező legdurvább blaszfémia is lezajlik a szemünk láttára, ami egyébként, ha ez a South Parkban, vagy a Family Guy-ban, vagy mondjuk a Mr. Picklesben történne, akkor egy jót röhögnénk rajta, de Jézus valóban keresztel. Tehát Jézus a saját nevében keresztel, nem derül ki, hogy mit mond pontosan, hogy valóban elhangzik-e az, hogy az atya a saját nevem, és a Szentlélek nevében. Hogy készült legyél a holnapi napra, meg ilyen mondások. Nem tudom, hogy honnan vettek, vagy miért írták ezt. Igen. Nyilván lehet csinálni egy filmet Jézus életéről, vagy akár Mária Magdolna életéről, úgyhogy az ember nem megy szembe az evangéliummal. Lehet nyilván úgy is filmet csinálni, az ember szembe megy az evangéliummal leleplez. Lehetőleg ne menjen szembe vagy, az evangéliummal, de ha szembe megy, akár el az evangéliumot. De ha eltértőre, vagy szembe megy vele, vagy leleplezi, vagy bele akar rugni, vagy le akarja leplezni, teljesen mindegy, hogy mi a szándék. A szándék tisztasága szerintem egyik esetben sem lehet elrejtve, vagy minden esetben tisztázottnak kell lennie, ahhoz, hogy az ember ne érezze átverve, vagy megvezetetnek, vagy ne érezze magát hülyének nézve. Itt viszont ugye az az állítás a film elején, a film közepén és a film végén is, hogy most kapjuk meg a valódi igazságot. De akkor ezek szerint ez a film az utolsó evangélium, és akkor ugye ki lehet dobni azt a, nem tudom, 330 milliárd bibliát, ami megjelent mondjuk a könyvmutatás hajnala óta, vagy már a korábbi kézzel írt példányokat is, mert hát ugye akkor ez az evangélium az, ami elmondja az igazságot, és ezek szerint akkor az igazság az az, hogy az apostolok nem értették meg soha Jézus tanításait, egyetlen ember volt, aki megértette, ez Mária Magdolna, és Jézus ugye egyetlen embernek jelent meg a feltámadása után, Mária Magdolna, és Jézus egyébként maga is keresztelt a saját nevében. És ezek azok a problémák, amiket szerintem a legtöbb néző magától is észrevesz, és valószínűleg, hogyha teológusok lennénk, vagy nem tudom, a téma szakértői, akkor valószínűleg még találnánk 20 egyéb ilyen hülyeséget a filmben, ami vagy ilyen égbe kiáltó baromságot, ami, hú, ez az égbe kiáltó, most hogy passzolt ehhez. Szóval, hogy ez a film minden tekintetben hamis, és hülyének nézi a nézőjét. És mire jó ez a sok blaszfémia? Hogy Oravec Nóra dumákat adjanak a Jézus Krisztus szájába. Hogy semmit mondó, az evangéliumtól tökéletesen eltérő, de legalább ahhoz semmit hozzá nem tevő, de legalább azt minden ízében kifosztó dumákat adjanak a Jézus Krisztus szájába. Erre mi szükség volt? Tehát ezért mi szükség volt? Szerint hamisítsák meg az evangéliumot, de azért hamisítsák meg, hogy szülessen belőle valami több, valami érvényesebb a mának. De ne azért, hogy szülessen belőle valami egyetemesen érvénytelenebb.
Nagy kérdés az, hogy egy valakiről nem beszéltünk még, ez pedig maga Jézus, mármint a Joaquin Phoenix által alakított Jézus figura. Őt ilyen kicsit ilyen félve kerülgetjük, meg én magam is magamban félve kerülgettem, mert egyébként szeretem ezt a színészt, és időben sokra tartottam, vagy sokat reméltünk tőle szerintem mindannyian hosszú időn keresztül. Aztán ez a remény igazából soha nem realizálódott, de hogy ebben a filmben viszont... Szóval, ha azt gondoljuk, hogy ez volt minden idők egyik legrosszabb vagy legunalmasabb Jézus filmje, az egyébként ilyen sokszor ilyen hasadásos elmezavarosnak tűnő, ilyen magával képtelen belső drámákat vívó Joaquin Phoenix még soha nem volt olyan halvány, mint ebben a szerepben. Hadd mondjam el, hogy ugye ugyanez a Joaquin Phoenix játsza a 100 évvel a Krisztus halála után egy picit fikcióval föltöltött Commodus császárt. Érdekes, hogy meg lehet forgatni ugyanazt a színészt, ugyanazzal az arccal az egyik és a másik oldalon. Lehet, hogy akkor ezek szerint beleláttuk azt a képességet, amit Max von Sydowba vagy Ralph Fiennesba, hogy ő hol egy holokauszt áldozat, hol egy náci tiszt. Tudod, hogy mindenhova el lehet sütni. A Ralph Fiennes meg a Max von Sydow mindig is hozta ezt a nívót. Én a Joaquin Phoenixbe sose láttam bele ezt. Én az ő kultuszát mindig is alaptalannak éreztem, és sosem értettem. Az új dilemma, mi az új dilemma, amit ez a film hoz? Az új dilemma, hogy az első számú apostol az Péter volt, vagy Mária Magdolna. Kvázi az első számú apostol, Krisztus első apostola, az egy fekete férfi, vagy egy fehér nő. És mi a válasz? Hogy egy fehér nő. Ez a válasz. Ő az, aki elmagyarázza a kereszténységet az apostoloknak. Magdolna nélkül az apostolok soha nem értették volna meg, hogy Jézus miért jött. Amit Jézus nem tudott elmagyarázni 3 éven keresztül, amíg a küldetésre zajlott, az Mária azt Magdolna a film végén 4 perc alatt elmondja. Látunk egy olyan jelenetet, egy gyalázatos jelenetet, ahol Mária Magdolnával úgy vitatkoznak, hogy te, aki még csak ilyen, nem tudom én, 3 vagy 4 napja követsz minket, te most már nehogy már most elkezdjed megmondani, hogy itt most hányas a kabát, vagy hogy mit csináljunk, vagy hogy kövessük Jézus, vagy mit akar Jézus, amire Mária Magdolna nem beleáll az igazába, nem érvelni kezd, nem érvényesíti azt, amit gondol, hanem így kivonul. De tényleg azon a módon, amilyen módon, hát ezt így ma a korfeminista gyakorolják és tanítják, kivonul, a sértődötten elvonul. Szóval, hogy ezeket a kulturális mintákat, ezeket visszavinni az evangéliumba és az evangélium történetét megfertőzni ezekkel. Ennél gyalázatosabb kulturális bűn, hát alig ha van. Aktuális filmek, premierek Guzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 90.9 Jazzin. A Mária Magdolna című filmről beszélünk, amiben olyan pillanatok vannak, amiknél tényleg azt érzi az ember, hogy tényleg a pofája leszakad a szégyentől, meg a gyalázattól. Amikor Jézus egy nagyobb tömeg előtt beszélni készül, és mielőtt bármit is mondana, oda megy Mária Magdolnához, és azt kérdezi tőle, mit tanítsak? Mária Magdolnától! Hát Jézus tanácstalan, és oda megy Mária Magdolnához, és Mária Magdolnától kérdezi meg, hogy mit tanítsak. És erre, persze erre már nem kerül sor, de akkor miért nem visszük ezt rendesen végig? És akkor miért nem mondja azt Mária Magdolna, hogy tanítsd azt, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok az irgalmas szívűek. Ez elég mojráktának hangzik, ha van ilyen, hogy mojrákta hangzás. Miért nem azt tanítja inkább, hogy kritikus megközelítés helyett inkább asszertíve kommunikáljunk? Jogos egyébként. Mennyivel igazabb? Mennyivel igazabb? Vagy magyarázz el nekik a kvótákat. Vagy ha ennyire a modern kornak a vívmányait kezdjük el a Jézus sztoriba vinni, akkor miért nincs egy rendes fejmikrofonja, mint minden rendes motivációs előadónak? Mire használja ez a film Jézus Krisztust? És nem pusztán a Jézus Krisztus sztorit, hanem magának Jézus Krisztusnak az alakját. Arra használja, hogy kegyelmi felületként szolgáljon Mária Magdolna számára. Tehát, hogy valójában Jézus Krisztus az egy ilyen kegyelmi projekciós alap
Mária Magdolnának, kvázi a rendező arra használja Jézus Krisztust, hogy megmutassa Mária Magdolna mennyire érzelmes, mennyire tudja szeretni őt, mennyire igaz szívvel szerelmes, és persze ez teljesen plátói. De erre több eddigi forrás is utalt, hogy valószínűleg Mária Magdolna tényleg szerelmes volt Jézusba, minden egyéb találgatásnak a megfejtése nélkül. Csak ne ez legyen a Jézus sztorinak a fókuszába állítva, ha szabad kérnem. Legyen szerelmes, de nehogy már ez legyen a mi számunkra a Jézus sztorinak a tanulsága a 21. századra. Jó, én azért egyetértek, hogyha Mária Magdolnáról akarunk filmet forgatni, akkor ne Jézusról forgassunk, hanem Mária Magdolnáról. Jó, de akkor mondjuk el valamit, amit érdemes. Igen, hát illetve azt mondjuk el, ami történhetett, vagy pedig mondjuk el azt, ami, és akkor ez egy fikció, aminek történnie kellett volna, vagy szerintünk történt, de megint csak az a problémám, hogy ez a film úgy állítja be magát, mint az egyetlen is igaz evangélium, ami elmondja, hogy Jézus egyébként, ez a Joaquin Phoenix által megszemélyesített Jézus, egy ilyen nevetséges, hasadásos, elmezavaros, egyébként nagyon karizmátlan figura volt, aki mellé kellett egy ilyen, hát kellett mindenképpen egy ilyen női mediátor, aki egyfelől... Bótanya. Egy pótanya, aki hát segített neki átadni az embereknek az igazságot, és végül egyetlen tanítványként abban a kegyben részesült, hogy Jézus megjelent neki szemben azokkal a férfiakkal, a többi tanítványjal, akik Jézus csak az önös céljaik érdekében akarták felhasználni, vagyis lázadást akartak kirobbantani Júdeában. Egyébként a filmnek van egyetlen erénye szerintem, az a Júdás figurája. Bár az, amikor a Júdás felköti magát a filmben, az egy tökéletesen funkciótlan mellékvágány volt, hiszen ha már Mária Magdolnáról mesélünk, akkor egyáltalán miért mutatjuk be Júdás öngyilkosságát? Túlságosan sok sort vesztegettünk Júdásra, igen, ahhoz, hogy nem mutassuk meg a sztoriának a végét. Igen, Júdás szerepe sem érthető ebben a történetben, mert nem kapcsolódik Mária Magdolnához, tehát ezzel az erővel akkor a többi tanítványhoz is kapcsolhattunk volna valami sztorit, akár olyat, amit megemlítenek az evangéliumok, de akár olyat is, amit nem, mert azért volt egy csomó olyan dolog, amit nem említenek az evangéliumok, aztán mégis szerepelt ebben a filmben, de hogy én Júdás motivációit egy picit értettem, vagy tisztán gondoltam, vagy az ötletet, a megközelítést, hogy ő csak a halott szeretteit akarja visszakapni, és ezért árulja el Jézust, ezt hogy mondjam, megbocsáthatónak mi több szépnek éreztem. Azt kell nézni, ahogyan Péter, aki nem érti a Krisztus tanítását, kvázi katonákat akar toborozni, újabb és újabb apostolokat akar toborozni. Magukat is katonának értelmezik. Igen, akik terjesztik az igét. Tehát maga Jézus Krisztus mondta, hogy halászok vagytok, és emberi lelkekre halásztok. És a nő, Magdolna, megtanítja. Aki tényleg halász. Igen, és egyébként meg a filmben nem is Magdolnának hívják, hanem Magdalai Máriának, tehát a Magdalai... Jó, de a Magdolna ezt jelenti, Magdolna jelenti, hogy onnan származó. Igen, tehát akkor aki hívjuk úgy, hogy Mária, ő az, aki megtanítja. M. Ária. Aki most kapcsolatban a rádióműsorban, azt fogja hinni, hogy Jézus anyjáról beszélünk. Nem, a Magdolnáról beszélünk, aki megtanítja a könyörületre Pétert. Megtanítja, hogy nem az a dolgunk itt, hogy apostolokat toborozzunk, hanem az a dolgunk, hogy ezeket a nyomorult, haldokló embereket, ezeket megmentsük, vizet hozzunk a szomjukra, ápoljuk a sebeiket. Hát ezt a Péter nem értette, és ezt nem Jézus érteti meg vele, hanem Mária Magdolna. Mária Magdolna rá vezeti Pétert, az első apostolt a kegyelemre. Az is olyan kétségbejtő volt egyébként, hogy ezeket a hagyományos női szerepeket megpróbálja ilyen, megint csak ilyen éttermi menüszerűen felsorakoztatni a film, amiben a nők jobbak, tudjuk jól, hogy jobbak, ezek ugye a szülés végigkísérése, a haldoklás végigkísérése, ugye végignézünk egy konkrét aztán azt látjuk, hogy a nők jobbak, de a feketék, azok már majdnem olyan jók, mint a nők, és képesek arra, hogy felnőjenek erre a szintre. Ez Péter története, aki a történet végére jóformán felnő arra a szintre, ahol Mária áll. Tehát azt érzékeljük, hogy a nők a legjobbak, aztán vannak a feketék, és végül a történetnek a történet cselekménye alapján a legalsó erkölcsi nívón állnak a fehér férfiak. Engem az háborított fel ebben, hogy felmondja a film, mondom, ilyen menüszerűen, vagy ilyen programpontszerűen, hogy miben erősebbek általában a nők. Jézus az egyetlen fehér férfi a filmben, akinek a szerepe pozitív. Igen, az egyetlen fehér férfi. Igen, de ugyanakkor ez most tényleg az a film, ahol meg kell tanítani, vagy pont Jézus az a történelmi szereplő, akit meg kell tanítani az irgalomra? Meg az ő tanítványai? Tehát tényleg most egy olyan filmet kellett készíteni, amiben arról beszélünk, hogy
ezek egyébként vakok voltak az emberi szenvedésre, de jött valaki, aki felnyitotta a szemüket. Hát pont Jézus volt az, aki nem volt vak az emberi szenvedésre, és felnyitotta az emberek szemét az együttérzésre. Szóval, hogy szerintem nincs szüksége Jézusnak arra, hogy irgalomra tanítsák. Ha már a fehér férfiak erőszakos szerepeiről van szó, megint belefutottunk ugyanabba a figurába, Denis Menoséba, abba a francia színészbe, aki ugye a Becstelen Brigantikban a franciát játsza, aki bújtatja a lányt, és aki a múltkor nézett Láthatás című filmben a vadászpuskával őrjöngő apát játsza, ő most Mária testvére József, aki elköveti az erőszakot. Ugyanazt a patriarchát játsza. Igen, és itt a víz érintése háromféleképpen jelenik meg, ugye nem a békaember filmről beszélek, hanem a víz az erőszaknak a szintere, ahol a Ferikét a mountain bike miatt ördögűzéssel látjuk el. Ugyanez a víz a hit szimbóluma, amiben alámerültek egy levegőre régen a József felehez képest mégis megpróbálja belefolytani, és az a hit vesztése, és a víz felszínére kerülés a hit visszanyerése, és ugyanebben a vízben keresztelgetünk balra-jobbra ilyen MLM-szerűen, vagy nem is tudom, ilyen franchise sikerült csinálni ebből a műveletből. A jó, a rossz és a nézhetetlen hatosra áll az IMDb. Ha akció, hadd jöjjön, de ha dráma, akkor menekül. A Mária Magdolna című filmről beszélünk. Végig kell néznünk egy olyan kálvária utat, amelyben Jézus cipeli a keresztet, és folyamatosan a Jézusnak a keresztútjáról így elterülődik a figyelmünk, már hogy ugye Jézus Krisztus viszi föl a keresztet a hegyre, de lássuk csak, mi történik a női nézőpontból. Mit csinál mindeközben Mária Magdolna? Hát ő éppen sajnálja Jézust. Szomorú. Hát nézzük kicsit csak. Hát mutassuk csak a könnyeit Mária Magdolnának. Hát elveszíti épp, akit szeret. Hát ez, vannak itt még fontos dolgok azon kívül, hogy a Jézus Krisztus keresztre feszítik, ugye? Magdolna már el van keseredve. Félretésnesség, nem az a bajunk, hogy látjuk a Jézus kálváriája, vagy a kereszthalál közben Mária Magdolnát. Az állítás érvénytelensége az, ami nyomasztó és nevetséges. Értjük, hogy el van keseredve. Az összes apostol el van ilyenkor keseredve, de senki se úgy, mint a női apostol, ugye? Ő az, aki azonnal megbocsájt a Júdásnak. Uh-huh. Így kell megélni Júdás, aki elárulta az urat, és Magdolnán nem látjuk a megbocsájtás aktusát, csak már a megbocsájtottság állapotát. Tehát nem látjuk rajta azt, hogy először is dühös, majd megérti, hogy ezt most el kell oszlatnia, és erőt vesz magán, és azt mondja a Júdásnak, hogy jó, hát akkor térj vissza az Úrhoz. Újabb döbbenetes hülyeség, ugye a keresztelőáll után, illetve Jézus feltámadása után elviszi az örömhírt ugye a tanítványoknak Mária Magdolna, hogy találkozott a feltámadottal, akiket hát nem izgat a dolog különösebben, illetve hát nem is nagyon hisznek neki, ugye nem csak egy hitetlen Tamás van, mindenki az, de ez mindegy is. Elhangzik az is, hogy Jézus kereszt, tehát hogy az áruló ugye nem Júdás volt, hanem Mária Magdolna egész pontosan. Tehát hogy nem tudom, hogy erre emlékeztek el. A tanítványok miután végighallgatják, hogy Jézus feltámad, nem ez izgatja őket igazán, hanem az a tény, hogy Jézus meghalt, vagy meghalhatott, és nem az árulót Júdást vádolják ezzel a dologgal, vagy hát az áruló, tehát nem az áruló szerintük állítja ez a film, hanem Mária Magdolna, aki erre a furcsa útra vezette rá Jézust, vagyis ő hozta, igen, elgyengítette. Ezt mondják, hogy ezt a szót kerestem, elgyengítette. Uh-huh. Tehát, hogy ők még mindig ott tartanak a Jézus halála után is. Patriarchátus, a háborúnak kellett volna kitörnie, aminek Jézus az élére áll, és elhozza a földi királyságot a mennyei királyság helyett, de hát Mária Magdolna Jézust elgyengítette. Nekem volt egy olyan érzésem egyébként, hogy egyrészt a nem csak a Jézussal cserélhet én tőlem helyett a Mária Magdolna, ugye ez az előző órában felvetett elméletem, hogy egyszerűen transznemű, hanem keressük az apostolok apostolát, aki mondjuk ugye lehetett Júdás, aki Krisztussal meg egyetértésben adta őt fel, mert különben nem következik be a kereszthalál, és nem lett volna a bűntudat, és nem tudod, így nem alakul ki rajta az erkölcs. Na most
lehet, hogy az a megbocsátás pillantás, amivel ránéz a Júdásra Mária Magdolna, hogy jól van, rendben van, minden oké, az nem a megbocsátás, hanem a megértés pillanata, hiszen csak ő értette Krisztus tervét, a terv az volt, hogy meg kéne halni, különben nem lesz itt semmi, az abból következik a megváltás, meg azt hozza el az Isten országát 4000 év alatt majd, és ő csak ránéz a Júdásra, és akkor köszi, Júdás, azt csináltad, amit megbeszéltünk, segítettél, hogy legyen kereszthalál, különben elmarad az egész megváltás. Hát ez úgy, a Krisztus utolsó megkísértése teszi a helyére Júdás. De én azt gondolom, hogy ezt a filmet tudod úgy nézni, hogy Júdás az áruló, meg tudod úgy nézni, hogy Júdás az apostolok apostola ebben az esetben, és passzol akár a Scorsese filmnek a felvetéséhez. Film kezeli úgy, mint az apostolok apostolát. Ez a film, általában a film, minden film Pétert kezeli az apostolok apostolaként. A Scorsese film, a Krisztus utolsó megkísértése Júdást kezeli az apostolok apostolaként. Ez a film meg egyértelműen Mária Magdolnát kezeli. Ez Mária Magdolnát kezeli úgy, de nem mond ellent annak, hogy akár úgy nézd, hogy te Júdást tekinted. Én nem gondoltam erre, de halva ezeket Dehogyis nem, minden ízében ellent mond. Júdás önző módon árulja el a Jézus Krisztust. Magdolna az egyetlen, aki önzetlen módon, az egyetlen, aki a globális szempontból megérti Jézus tervét, vizsgálja vagy, megérti Jézus tervét. Jézus halálának szükségszerűségét. De ha már ilyen mélyre merülünk egyébként az elméletgyártásban, akkor nekem most eszembe jutott valami, ami a film megnézése közben ugye nem jutott eszembe, de hát ugye ez a Jézus tervét meg nem értő Jézust ilyen földi helytartóként elképzelő Péter, ráadásul fekete bőrű Péter apostol az, aki később ugye elmegy Rómába, ott keresztelést érít, és aztán ő lesz ugye Róma első püspöke. Ő alapítja meg ugye a római Vatikánt. Katolikus atyaszentegyházat. Most már értem, miért alakult úgy a Vatikán történelme. Az egész ugye egy félreértésen alapszik, egy Jézus tanításait meg nem értő fekete apostol tanításain, aki nem akarta megérteni Mária Magdolna üzenetének lényegét, az egyetlen embernek a egyetlen ember üzenetének a lényegét, akinek megjelent a megváltó. Egy ilyen törékeny testben ennyi csodás érzés. Meg volt az a Jézus is, az is jó volt. De te melyik vagy a filmből? Hogy amikor így volt az a hebegő csávó, akivel néha beszélgetett a Mária Magdolna. Az ő szerepét pontosan nem értettem. De én elmondom, hogy mi volt az ő szerepe. Ő egy nagyon jó apropó volt, hogy elmondjunk valamit a nőkről. Hogy mennyire érzékenyek. Majdnem azt mondtam, hogy krisztusiak, de hát krisztásak. Szóval, hogy és akkor ő előadja, hogy hallatom hangom. Ebbe, és így gyártunk ilyen archaizált mondásokat Mária Magdolna szájába, amiket mintha ezek így elhangzottak volna, sosem hangzottak. Mi az, hogy hallatod a hangod? Tehát te szerint írtál egy evangéliumot, ami apokrif lett? De akkor hol van ez az apokrif evangélium? Mert itt most erre való hivatkozás zajlik, de hát ez nincs. Mit jelent ez a hallatom hangom? Én értem a ti hamis értelmezéseteket, tiszteletben is tartalak titeket, hiszen ti is apostolok vagytok, de azt ne várjátok, hogy én ne mondjam el a magam igaz értelmezését a Jézus Krisztusról, hallatom hangom. De mi ez? Szeretnénk látni ezt az evangéliumot. Boldogok a sajtkészítők. Mi az az evangélium, amit Péter meg Pál meghamisított, de Magdolna helyére rakta? Mert hogy ez nincs, de folyamatos utalás zajlik erre. Tehát ténylegesen lemaradtunk valamiről, amit Jézus elmondott, és ez a film meg most helyre rak? Nincsen semmi ilyesmi! Aktuális filmek, premierek Guzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 90.9 Jazzin. Az az érdekességként, hogy megfogalmazódik ez a csomó, hát újszerűnek ható állítás. Bizonyítékokat persze nem sorakoztat fel a film, miért is tenni, ha egyszer nincsenek, de hogy filmként sem működik ez a film. Nekem ez a másik bajom, azt már elmondtam az elején, hogy végtelenül unalmas, és ugye a film azzal próbál lenyűgözni, vagy operálni, vagy azzal próbál ilyen drámai, egyúttal biblikus, ilyen historikus hangulatot teremteni, hogy ilyen sárgára szít nap, aljnövényzettel benőtt hegyoldalakat mutat, de hogy én ennyire feszültségmentes történettel még nem nagyon találkoztam, pedig ha van
izgalmas történet, ha van igazán izgalmas, drámai történet, akkor az pont Jézus Krisztus története. Ennek egyre úgy haladunk a végkifejlete felé, hogy ez megint egy olyan film volt, ahol a egy tetszőleges pontban, ha vágunk, és egy másik tetszőleges pontban kijelöljük a vágópont, vagy az egyik vágópontot, majd a másik vágópontot is kiemeljük a történetből, a film lényege nem sérül. Meghamisítja a film, meghamisítja a mustármag metaforát. Amikor Jézus az egyetlen szem mustármagról beszél, ami nőttön nő, az a hit. Ez a hit metaforája. És ez a film pedig a teljesen nyilvánvalóan a feminizmusnak a metaforájává teszi ezt. Mit állít, amikor az egyetlen szem mustármagra utal Mária Magdolna, hogy egyetlen egy nőtől indult, egyetlen egy nő öntudatra ébredésétől indult ez a folyamat, és ennek a nőnek az öntudatra ébredése nőttön nő, átterjed nőkre, és amikor a mustármagról beszél, mutatják a nőket, akik ébrednek, a nőket, akiket Mária Magdolna öntudatra ébresztett. Tehát mit állít ez a film? Jézus Krisztus elhozott az emberiségnek egy új erkölcsöt, és Mária Magdolna pedig elhozott egy nőknek egy ebből következő új erkölcsöt, hogy valójában a nőknek az ébredése az levezethető, az nem az 1900, nem tudom én, 40-es évek, meg 50-es évek nőjogi mozgalmaiban született, hanem valójában már Mária Magdolna képében megszületett, és hogy valójában a feminizmus, meg a nők egyenjogúsága az Mária Magdolna találmánya volt. Hát itt Jézus Krisztus eljött, hogy megváltsa a férfiakat. De. És akkor azt mondta neki Magdolna, hogy hát figyelj Jézus, azért itt vannak ezek a nők is, hát azért ezek sem állatok, úgy kéne kezelni őket is, mint a férfiakat. És akkor így Jézus Krisztus így ránézett, így elgondolkodva, és azt mondta, hogy de érdekes női nézőpont. Ez nagyon érdekes. Jó, legyen Magdolna, meggyőztél. Bele van kódolva a mustár, mert azt mondja, hogy I will be heard, I must be heard, must heard, mustard, mustard, mustár, hodol, hodol. Itt már csak az a kérdés, hogyha Jézus Krisztus azért jött, hogy megváltsa a férfiakat, de a Mária Magdolna meggyőzte arról, hogy az egész emberiséget váltsa meg, akkor vajon? Nem jók ki itt a mester, és ki az apostol? Ki az egész emberiség megváltója, és ki csak az emberiség egyik felének a megváltója? Nem lehetséges, hogy valójában a Jézus Krisztus az eljött, mint messiás, de ezt a feladatot nem tudta ellátni egyedül, mert túl nagy volt rá ez a kabát, mert a patriarchátus, meg a férfi, mert egyáltalán a hormonjai, a tesztoszteron hormonok, azok egyszerűen folyamatosan lerugdosták erről az útról. És szüksége volt Magdolnára... A tesztoszteron erősebb, mint a Szentlélek. No, erről van szó, aki visszaterelte, mert hogy ő benne megvolt a kellő mértékű ösztrogéntartalom, vissza tudta terelni őt arra az útra, ami az üdvösség útja. Hát ténylegesen olyan nagyon biztos, hogy Mária Magdolna volt az apostol, és Jézus Krisztus volt a messiás? Nem lehet, hogy ez fordítva volt? Vagy nem lehet, hogy a kettőjükből kéne gyúrni egyetlen szemét, és hogy valójában az a messiás? Ezeket a kérdéseket mondom. Veti fel ez a film? Hát ezért mondom, hogy az Oszi ironikusnak szánt megfejtése valójában a film tényleges megfejtése. A filmben kifejezetten nem tartom jónak azt, ahogy a végén visszatérnek a vacsora színhelyére, és tényleg ez a Leila és Han Solo közötti párbeszédnek ez az összecsapott színvonala, amit láthatunk. Bocsánat, nagyon apró közbevetés, csak ugye... Legalábbis eddig így tudtuk, hogy az utolsó vacsorán nem vett részt Mária Magdolna, most végre a helyére került az igazság. Jó, de ezzel is foglalkozott már más, meg amúgy teljesen jogos megfigyelés a Da Vinci festményen a mellette ülő alak, aki most néz rá. Ezen kívül lehettek mórok a tanítványai, mert miért ne lehettek volna, de inkább akkor azt kérdezem, hogy vajon lehettek-e azok a mórok zsidók is? Tehát, mert ha igen, akkor megvannak a Lenny Kravitznek a nagyszülei. De nem azok nem mórok, a mórok azok már a muszlim feketék. Tehát, hogy ezek igazából lehettek volna ilyen abesszíniai zsidók. De én persze, elméletileg lehettek volna, csak én azt látom, hogy ez itt egy politikai mozgalomnak a propagandája. Tehát ők nem abesszíniából kerültek oda, hanem kifejezetten Harlemből. Tehát, hogy ez kell látni, hát ezek semmi köze nincsen ahhoz, hogy most ezek lehettek feketék. Ők igen. Itt egy politikai propagandát folytatnak. És a saját egyébként már meghaladott polgárjogi mozgalmaikhoz keresnek muníciót. De hát már kibeszél már Martin Luther Kingről. Tudod, mit gondolok, hogy ez egy bátor film lett volna az 1950-es években. Talán. Ma ez a film, ez egyszerűen csak
csak egy förtelmesen ízléstelen propaganda. Beszéljünk arról, hogy ez a Jézus, ez milyen Jézus a Scorsese Jézusához, vagy a Passió Jézusához vagy képest. Nem, szerintem nagyon kimért, és most a jó értelemben mondom, hogy kimért, ahogy az antréja történik a filmben. Tudod, hogy először a hangját hallod, és a lábát látod homályosan a háttérben, hogy nem sütöttek el egy ilyen nagy Jézus belépést, hogy angyalok énekel, és látod, és hogy jaj, de gyönyörű, fanfárok, és meghasod a föld. Meg hát 50 éves ez a Jézus ebben a filmben körülbelül. Azért azt is figyeljük meg. Igen. Ez egy öreg Jézus. Igen. Nem egy krisztusi korban lévő Jézus. De legalább nem, bőven... egy jó, de nem egy jó képű, nem egy Alain Delon Jézus, mert állandóan azt szokott lenni, hogy a Jézus szükségszerűen legyen szép is. Mert nem vág szorosan ide, csak erről azt eszembe, hogy a Spiró György Fogság című regényében a regény főhőse Uri Palesztinában jár éppen akkor, amikor egyébként Palesztina 5. prokurátora egy Pilátus nevű férfi, és rövid időre börtönbe vetik. És amikor börtönben sínylődik Uri, a regény főhőse, akkor bezárnak egy rövid időre a cellájába egy kövér, köpcös, kopasz férfit, aki elmeséli neki, hogy azért csukták be, mert hogy a templomban neki ment a kereskedőknek, akik uzsorás módjára váltották a pénzeket, mert akkor ugye a Római Birodalomban 625 különböző féle pénz volt forgalomban, rengetegen éltek pénzváltásból, és hogy mindenki ugye a saját hasznára igyekezett pénzt váltani, néha egészen elképesztő arányban. Uh-huh. És hogy ez a férfi, ez a kövér köpcös és kopasz férfi ezeknek a kereskedőknek ment neki, és az úri legnagyobb megrökönyödésére másnap ezt a férfit elviszik és keresztre feszítik. És annyira jól el van rejtve egyébként a regényben ez a figura, hogy az ember csak ugye a sokadik, nem tudom, fejezet után döbben rá, hogy ott a jóságos Isten a film főhőse egyébként Krisztussal találkozott. Nem tudom, miért mondtam el, csak azt mondtam, hogy vannak néha ilyen egészen jól elrejtett Krisztus karakterek is, meg így a valóságnak nem megfelelni akaró, vagy az eredeti elképzelésének nem megfelelő Krisztus karakterek. És hogy azt valahogy ott utólag mégis valahogy ilyen szentebbnek, vagy mélyebbnek, vagy hatásosabbnak éreztem ezt a megoldást, mint ez a... Most, hogyha valami ihletett, akkor van joga ahhoz, hogy eltérjen az evangéliumoktól, de ha nem ihletett, akkor nincs joga hozzá. Ennyit erről. Értjük jól, hogy az evangélium is lehet egy kiinduló pont egy értelmezéshez, egy evangéliumtól eltérő értelmezéshez, de akkor az haladja meg azt az evangéliumi szöveget, vagy legalább lássam benne a lehetőségét annak, hogy meghaladja azt. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 90.9 Jazzin. A Mária Magdolna című filmről beszélünk, amiben olyan elképesztő hülyeségek hangzanak el, mint például az idézet az írásból, amely írás megjósolja, hogy el fog jönni a messiás, aki megtöri Róma uralmát. Tehát az ószövetségi profécia az a messiásra úgy hivatkozik, e szerint, a film szerint, mint az eljövetel, amely megtöri Róma uralmát. Hol van szó Rómáról az ószövetségben? Hol említi Rómát az ószövetség? Olyan elképesztő, tehát hogy valójában tudod, hogy mit érzek? Hogy ezeknek a genderharcosoknak, akik ezt a filmet csinálták, ezeknek semmi közük a Bibliához, ezeknek semmi kapcsolatuk nincsen a Szentírással. Ezeknek az a kapcsolatuk a Szentírással, hogy érzik, hogy ez egy nagyon erősen legitimáló mítosz, amivel ők a saját feminizmusukat nagyon erősen meg tudják támogatni, nagyon alkalmas üzemanyag a genderforradalom számára, ezért aztán kiaknázzák. Valójában erre jó neki. Én egy hisztérikusabb és kétségbe esettebb gesztusnak érzem. Tehát én inkább azt látom, hogy az ideológia művelői, vagy értelmesebb művelői már régességgel jutottak arra a felismerésre, hogy az elméletük totálisá válásával már nem csak a valódi elnyomatás, a valódi gondok szűnnek meg, hanem a tényleges történet és kulturális alapok is eltörlődnek mellékhatásként. És ha viszont ez így van, akkor két megoldás kínálkozik. Egyik egy ilyen fundamentalista, őrült megoldás, vagy ilyen szélsőséges szentzsűsz megoldás, ami azt mondja, hogy tényleg töröljük el akkor az emberiség történelmét, és tekintsük
tekintsük ezt a pillanatot a nagy felismerés pillanatának, vagy a nullpontnak, és innentől kezdve kezdjük megírni az emberiség történelmét, vagy ezt számítsuk a nulladik évnek. A másik elmélet pedig azt mondja, hogy akkor menjünk szépen végig mindenen, minden nagy története, minden az emberiség nagy drámáin, külön-külön egyenként, és mindegyiket írjuk egy kicsit újra, magyarázzuk egy picit újra, fedezzük fel az új nézőpontokat, világítsunk rá a szereplők feminizmusára, toleranciájára, és de arra, hogy az összes evangélium korábbi... rámutat a szereplők humanizmusára és toleranciájára. Nyilván, hát ez a Jézus sztorinak az egyetlen tartalma. Mint ahogy a Churchill történetnek is az egyetlen üzenete már, mint a tényleges Churchill történetnek, hogy van egy ember, aki a korszellem szembefordul van, nem örült annak, hogy egy totalitárius eszme fogja szabályozni a birodalmát. A birodalmát, illetve Európát, és hogy igenis a liberális polgári demokrácia az egyetlen, ami élhető, vagy az legalábbis élhetőbb körülményeket biztosít az egész emberiség számára, és nyilván amikor az emberiségre gondolt Winston Churchill, akkor elsősorban a művelt európai fehér polgárokra gondolt, mert hát ő akkor egy olyan korban élt, ahol művelt ember alatt elsősorban ezt értették. Soha ilyen nemtelenül nem használták még fel a Krisztus mítoszt, ezt már talán említettem. Amikor a Jézus Krisztus megtanítja az apostolokat, meg úgy általában az emberiséget arra az imádságra, amit keresztényként gyakorolnunk kell, ez ugye a Krisztustól tanult imádság, a mi atyánk, kezdetű imádság. Ebből én megfigyeltem, hogy kimarad két nagyon alapvető félmondat. Az egyik az, ami kimarad, az a legyen meg a te akaratod, amit kihagytak belőle. A másik az a szabadíts meg a gonosztól. Ebben is azt érzem, hogy a Krisztustól tanult imádságot azt így a korszellemhez fésülik, a korszellemhez igazítják. Ugye a legyen meg a te akaratod, az kivonul a világból. Nem itt és most kell, nem ezen a világon kell megharcolni a gender forradalmat, hanem az majd az Úristen elrendezi. Na, erre itt nekünk semmi szükségünk. A másik, a szabadíts meg a gonosztól. Ugye? A gonosz az ugye itt van a világban, és tudjuk jól, hogy ezek az erőszakos férfi energiák azok. Itt a gonosz az nem transzcendens, soha többé nem az. A gonosz az itt és most és hormonális, így gyakorolja az elnyomását, és a tesztoszteron az. A férfi energia az, a fallosz az. Lehet, hogy az eredeti verzióban ezért nem is volt benne, és a nőknek kellett hozzáírni, hogy szabadíts meg a férfi hormontól. Ez valóban egy ilyen problematikus szakasza egyébként a mi atyánknak. Már Ferenc pápa is egyébként egyszer szóba hozta, hogy... A szabadíts meg a gonosztól? Nem, a ne védj minket a kísértésbe. Mert hogy... De az nincs már, az benne van. Az benne van? Az szabadíts meg a gonosztól. Ja, nem. A ne védj minket a kísértésbe, az benne van. Az benne van. Az benne van. Hanem a szabadíts meg a filmben. Igen, a filmben értem. Nem, a legyen meg a te akaratod, az marad ki belőle. Tehát jöjjön el a te országod, az oké, de a legyen meg a te akaratod, na, ugye ezt már nem adjuk át az Istennek. Hát hiszen ugye, ez ugye a film nem az Isten akarás... akaratának a véghezvivéséhez készült, hanem a túltolt feminizmus akaratának a véghezvivéséhez. Tudom, hogy én a Robit mindig ostorozom azzal, hogy már megint genderezik, de azt gondolom, hogy arányosan megbeszéltük úgy a filmet, hogy 15% genderezés volt, és 85%-ban a filmről beszélgettünk. Egyet tudok ezzel érteni, hogy most már idáig lementünk. Nem egészen, bocsánat, mert hogy egy dologról nem beszélünk, pedig egy filmről beszélünk, és én igyekeztem is szóba hozni, hogy egyébként ez filmként sem jó. Tehát, hogy amellett, hogy hamis, hazug, és hogy egy ilyen modern ideológiának akarja alávetni ezt az archaikus történetet, attól függetlenül is egyébként ez egy gyenge film. Attól még, hogy a film hamis, lehetne egy jó ritmusú, feszes, izgalmas film, amiben a feszültség forrás elsősorban az lenne, hogy... Most tudod, mit állítasz? Igen. Azt állítod, hogy ha nincsen semmi viszonyod a Jézus sztorihoz, akkor is lehet egy jó Jézus filmet csinálni, ami izgalmas, meg nem gondolom, hogy így lenne. Szerintem az üldözéses jelenetek jók, a robbantás részek jók, és a amikor... Jeruzsálem nevű pláza és kereskedelmi és központ amikor... tök jól elkészült. Amikor Péter átváltozik Transformerre, az pedig különösen izgalmas. Abszolút volt, de hogy... jobb. Nem tudod, itt a gyalázat az, hogy mindenki önző módon követi a Jézus Krisztust, mindenki eszköznek tekinti a Jézus Krisztust, egyedül Magdolna az, aki
célt lát a Jézus Krisztusban. Egyedül Magdolna az, aki olyan módon fogadja el Jézus Krisztust, és ugye ami a hamisítás, hogy Jézus Krisztus egészen máshogy áll hozzá Magdolnához. Más minősége van a Jézus Krisztus viszonyának a Magdolnához. Magdolna megkérdezi, hogy milyen érzés egynek lenni vele. Ugye az Istennel. És erre a Jézus Krisztus így odafordul hozzá, és azt mondja, hogy még soha senki nem kérdezte, milyen érzés. Senki nem értett még engem meg ennyire. Senki nem kérdezte meg, milyen érzés. Ez az a kérdés, amit még senki nem tett fel, hogy milyen érzés. És nem halljuk a választ. Hát, hogyha ez egy ilyen nagyon fontos kérdés, talán a rendező szakíthatna némi időt a válaszra. Ezért, hát ez ilyen vagy olyan érzés. Ezért mondom, hogy nem mond el semmit, mert nincsen válasz. De én ezért mondom, hogy filmként sem állja meg a helyét. Ilyenkor nem azt akarja mondani, hogy na ez egy nagyon érdekes kérdés, nagyon fontos, hogy senki nem kérdezte meg. Hát ez ilyen és ilyen érzés, és akkor mondjál, hogy milyen érzés. De senkit nem érdekel, hogy milyen érzés. A rendezőt sem érdekli, hogy milyen érzés. Az egész milyen érzés kérdés csak arra való, hogy Jézus hogy Krisztus megállapítsa. Nem, hogy megállapítsa, hogy milyen érdekes női nézőpont. Hát te külön vagy, mint az összes apostolom. Mondok egy érdekességet, a 24.hu Jankovics Márton cikkében olvastam, hogy eredetileg épp a lavinát elindító Harvey Weinstein cége terjesztette volna ezt a filmet több országban, ami némileg beárnyékolhatta volna a mélyen feminista üzenetet. Volna. Figyeld ezt a megfogalmazást, tehát, hogy beárnyékolja a feminista üzenetet. Nem azt mondjuk, hogy ő mentette volna a Weinsteint, hanem beárnyékolja a feminista üzenetet. Mi a hatása? Nem de azt tisztítja, hanem ezt mocskolja. Mindjárt rosszabb lenne a film, ha Weinstein lenne a producer, ugye? De így viszont nagyon jó film, há hogy Weinstein-telen a stáblista, ugye? Na de ez a posztmodern, amikor a filmet már nem a film alapján ítéljük meg, hanem hogy lássuk csak, hogy a Weinstein volt a producer. Nagyon jó, nem árnyékolja be Jézust. De és milyen jól jött, a feminizmust. Milyen jól jött volna ez a Weinsteinnek, de nem ez az állítás, hanem milyen rosszul jött volna ez a feministáknak. Na, hogy ebből látszik, hogy az egész kultúra már tulajdonképpen nem más, mint az eszköze a genderforradalomnak. És ha Weinstein lenne a producer, rossz eszköze lenne a genderforradalomnak, így, hogy nem a Weinstein a producer, így nagyon jól tudjuk használni Jézus Krisztust a saját céljainkra. Nem az a kérdés merül fel, hogy fogalmazunk. Tudod, az a kérdés, hogy a Weinstein kárára, vagy a feminizmus előnyére fogalmazunk, nem az a kérdés, hogy és milyen fényben tünteti fel ez a Jézus Krisztus mítosz. Könyörgöm, éppen ellenkezőleg van, az összes apostol önzetlenül követi a Jézus Krisztust, mert mindegyik a világot akarja megváltani. A Magdolna az egyetlen, mert mindegyik a világot akarja megváltva látni Jézus Krisztus által. A Mária Magdolna az egyetlen, aki önző módon követi a Jézus Krisztust. Mert ez a Mária Magdolna semmi más nem akar Jézus Krisztusból, mint a feminizmus mellett és a genderforradalom mellett egy újabb érvet. Egy újabb igazolás ennek a genderforradalomnak. De ezért kötöm továbbra is az ebet a karóhoz, és ne csináljunk Krisztusból bohócot. Szóval, hogy ez egy rossz, nem csak azért rossz film, mert hamis, mert benne megfogalmazott állítások hamisak, hanem azért is hamis, mert egy erőtlen, gyenge, ügyetlen film, ami óriásit markol, állítani akar valami nagyon újszerűt, nagyon szokatlant és valami igazán mítosz, állítólag mítoszrombolót a korábban megfogalmazottakkal szemben. Ehhez képest nem csapja le a saját maga által feldobott labdákat. Tehát azt mondja, hogy Krisztus és Jézus viszonya nem olyan volt, mint ami ennek hiszük, de akkor milyen? Ugye erre a legjobb példa... Krisztus és Mária Magdolna viszonya nem olyan volt, ami ennek eddig hittük, de akkor milyen? Erre volt nagyon jó példa, amit az imént mondtál, ez a kérdés, hogy milyen érzés Isten fiának lenni, vagy milyen érzés egyéválni Istennel, amire ugye azt válaszolja Jézus, hogy na hát még senki nem kérdezte tőlem, hogy milyen, majd nem hangzik el a válasz. Látjuk, hogy ez a nő követi, de sosem derül ki, hogy pontosan miért, mit látott meg benne Jézus, és mi az, ami minőségben más jelent az ő esetében, vagy az ő tanítványá válásának esetében szemben az összes többi tanítványával. Tehát igazából azért mondom, hogy ennek ehelyett a film helyett bőven elég lett volna egy újságcikk, ami arról szól, hogy Gergely pápa hamisan állította Mária Magdolnáról, hogy prostituált lett volna, beszennyezve ezzel az ő emlékét, amennyiben ezzel beszennyezte az ő emlékét, és amennyiben nem volt igaza, mert ugye Gergely pápa arra alapozta a felismerését, hogy az evangélium szerint, vagy az új szövetség szerint Mária Magdolnából ki kellett űzni 7 darab démont, és ugye ezt a 7 főbűnnel azonosították, és a 7 főbűn egyike a bujasság, következésképp akkor persze ez is egy ilyen okoskodás, nyilván Mária Magdolna prostituált lehetett, de ez mindegy is. De könyörgöm, a másik 6 főbűnből miért nem vezetünk le mindegyikből egy-egy szakmát? Igen, de ezért mondom,
mondom, ja, hogy a... Például, hogy a, például hogy, falánkság, akkor hogy, szakács. Ne, az a falánkság, akkor ő vendég a izé. A vendég. Vendég. De az nem foglalkozás, ezért nem lehet. Mária Magdolna egy kövér, fösvény, lusta, buja, prosti volt. Mm-hmm. Szóval, hogy... De a viccet véletéve... A híjúságból az következik, hogy modell. Igen, de hogy, hogy de ha ez, ez nem is volt így, persze miért nem mindegy, hogy milyen volt, nekem tulajdonképpen teljesen mindegy, de a lényeg az, hogy, hogy ha már megfogalmazunk egy ilyen erős állítást, akkor az tényekkel, vagy, vagy nem is tényekkel, épp hogy nem tényekkel, ihletett tartalommal, ihletett tartalommal és filmes eszközökkel kell alátámasztani. És valójában az a legszomorúbb, hogy ez a film végtelenül üres. Bátortalan, üres, paszteles, gyenge, És förtelmesen patetikus. És förtelmesen patetikus. Hány pontot ér ez így? Hát az IMDb-n ez 6.1-es ez a film, úgyhogy az azért az IMDb sincs, népe sincs teljesen elragadtatva tőle. Minden esetre ez azért az IMDb szerint már egy jó film. Én azt gondolom, hogy ez minden idők leggyalázatosabb Jézus Krisztus filmje. Szerintem ez a film, ez nem jön ki a 2,5-ből. Igen. Igen, most valami nagyon idevágó bibliai számot kerestem, de csak a 7-7-7 meg a 6-6-6 jutott eszembe. De hogyha 7-7-7-ből kivonod a 6-6-6-at, akkor az 1-1-1, annak az összege 3, akkor legyen 3 a 10-es skálán. Ezt hívjuk tudománynak. A számmisztikát. Végre sikerült egy kis ezót keverni a műsor végébe. Nem ezó. De egyébként a számmisztika az nem ezó. Bocs. Csak minden, hogy mondjam, mindent lett, nem, és, egyáltalán és nem. És az ufológia is nem. A valóságra baromság? Foglalkozik, nem, jó? Nem, nem baromság. Nem, a számmisztika az nem baromság. A számmisztika az az a misztikának, a számoknak is valaha volt jelentésük. Na szerinted hányas a film? 5 és az alatt, és tekerjétek végig, vagy meg se nézzétek. Én nem sokat tudok amúgy kezdeni a témával, de engem lenyűgözött a Krisztus utolsó megkísértése, és nagyon kevés vallási témájú film amúgy úgy szintén, mint például akár a Némaság, nos ez nem tartozik közéjük. Az igazság, hogy ez a film ez kifosztotta ezt a mítoszt, márpedig ennél nagyobb mítoszt, ennél gyalázatosabban nem lehet felhasználni. Tényleg. Ez az igazság. Nem ez az Isten igéje. Menjetek békével. Ez volt a Jó, a Rossz és a Nézhetetlen mára Nyári Gáborral, Horváth Oszkárral és Puzsér Róbert. Hello, hello. Köszönjük a figyelmeteket. Szomorúan búcsúzunk. Sziasztok. Sziasztok. A kézműves street food hétlövetőben szezonális helyi alapanyagokból főzünk hétről hétre. A jó, a rossz és a nézhetetlen. Minden szombaton délután 5 és 7 óra között a 90.9 Jazzy.